Sziasztok, Margó János vagyok, az Airbusnek az alapítója. Mi okos szemüvegeket használunk repülőgépesek céljából, és most annak egy olyan megoldása, vagy ilyen melléke vágányról fogok beszélni, amit ennek a megoldásnak a teszteléséhez, kipróbálásához és demonstrálásához használunk, hogy ne kelljen mindenkit elvigyünk egy körre repülni, hanem egy egyszerű módon tudjuk bemutatni a jóságot. De hogy miért épít az ember bonyolultabb repülőszimulátort, mint egy 24-szoros LCD-i kompjúterre kötve? Talán ez a probléma egyik formája, hogy messze van az, meg kicsi az a kijelző, és nem látunk elég szélesen, ugye? És emiatt igazából torz is, amit látunk, tehát hülyeséget rajzol az LCD, meg nem is látunk belőle eleget. Ugye, hogyha elkezdjük forgatni csak a szemünket vagy a fejünket, akkor egyből gyakorlatilag használhatatlanul rossz képeket kapunk, aminek az egyik oldalról ugye a rossz field of view az oka, a másik oldalról pedig ugye az, hogy egy sík képernyőn valójában egy kör alakul valamit szeretnénk megjeleníteni, és akkor még van tovább is, de ez a legfőbb. Ugye, aki már játszott repülőszimulátort, az pontosan tudja, hogy ez mekkora probléma. És ez a repülésben tényleg gond, amikor autószimulátorban ugye előre megy az autó, hogy nagyon nem tud mit csinálni, ha csak nem driftelünk, de a repülésben tényleg körbe kell nézni, és hát most próbáljuk meg azzal a 60 fokos beállított, átszázott field of view-val balra nézni 90 fokot az iskola körnek az öbímjén, nem fog menni. Na, és a megoldás, ez egy ilyen Star Wars jellegű dolog, amit kvázi elérhető áron megoldásként lehet pozícionálni, ezt egy eredetileg egy Cserdel, ma már Új-Zélandon élő srác csinálja, ahol gyakorlatilag egy elérhető áron panorámikus szimulátort tudunk otthon építeni. Persze ez ilyen jó hangzik, hogy az ember meghallít egy ilyen vásznat, és akkor ott a panorámikus szimulátorra, de aztán egy hagyományos projektorról fog erre rávetíteni, ami meg ugye megint síkképernyőre volt csinálva, tehát igazából nem oldottuk meg ebből a problémát. Ugye itt látszik a projekciós, a gördbe felvetett projekciós problémák, illetve hogy fölülről vetítünk lejjebb, mert beszeretnénk ülni oda, ahova természetesen tenni az edivar projektort. A megoldás az az, hogy az ember ugye bekalibrálja ezt a képernyőt, tehát kvázi kivetíti ezeket az ilyen fejjel eltorzított képeket erre a megörbített vászonra, és utána elkezdi őket kalibrálgatni. Nem szemre csinálja, hanem valamilyen megfelelő függőleges és viszintes referenciával, illetve megfelelő forgatási referenciával, hogy pontos legyen, különben nem lesz jó. Illetve ugye azt láttuk, hogy ugye átfednek ezek a projekciók egymáson, tehát meg kell oldani ezt a szép átmenetet, hogy ne az legyen, hogy ilyen vágásszerűen megy át az egyik projekció a másikba, azért is, mert ugye a valódi projekciónak a formája az egy ilyen U-alkot ölt, tehát nem is lehetne ugye szépen vágni azért, mert ugye fölülről vetítünk lefelé. És akkor a megoldás az ilyen, azért adtam be ezt az unregistered-es képet, mert itt látszik az eredeti projekciónak a görbülete, hogy az valójában az úgy nézett kérdezetileg, ahogy a felirat van, és utána ilyen szépen ki tudtuk simítani, és látjuk, hogy a repülőgép szárnya pont 90 fokra, ez a 180 fokos projekció, de pont alá pontosan ott van 90 fokon, pont azt látjuk, amit lenni kell. Persze nehéz síkképernyőn a görbült vetületet jól mutatni, ez a látja, nem látja, na látja problémaköre. És utána mondjuk ezt így használtuk az Augmented World Expo San Jose-ban idén-nyáron, ahol a lelkes emberünk ott ül a kis szemüveggel a fején, és látja azt, amit mi nem látunk, de egyébként lát egy szép projekciót is. Na most, ez persze nem ez is nyílt, tehát vannak azért itt problémák, amiket ezt nem mondott meg. Az egyik az, hogy ez a kalibrációs folyamat, ez elég macera. Tehát ez gyakorlott embernek 2 óra, nem gyakorlottnak 4 nap. És hogyha beverjük a fejünket abba a projektorba, és azt arrébb löktük, akkor szavasz. Úgyhogy ezt erre vigyázni kell. Azért, mert ugye torzított, aki már játszott ugye projektor keystoning-gal, digitális keystoning-gal például, az pontosan tudja, hogy ha elkezdjük digitálisan módosítani a nyert, akkor elvesztjük a pixeleket, meg eltorzulnak. Ez sajnos itt is van. Ezért hiába nyomunk például sima HD projektorokat, hogy a valódi felbontás romlani fog, ilyen elnyúlnak a pixelek. Ugye 4K-s projektorok meg mégis nem drágák. Az applikációk nincsenek felkészítve ilyen nagy field of view-ra, tehát a nagy részük nem tud 90 foknál nagyobbat, és ezért sokat kell hackelni azon, hogy valójában meg tudja jelenteni 180 vagy akár 270 fokot is. Ugye ez csak egy, tehát ez a függőleg, ez nem egy gömb, hanem csak egy ív, tehát ez a függőleges torzítót nem mondja meg, és ugye affordable, de azért az egy olyan 10 000 euró. Egy kis eye candy, vagy Elite Dangerous, vagy ez egy japán csávónak készült autószimulátorból, így néz ki belülről.
Hát köszönöm vissza, hogy is jelentkezett. És a kérdések alatt bejátszunk egy gyorsított kalibrációs folyamatot a háttérben. És ezt a kalibrációt nem lehetne úgy automatizálni, egy kamera, és akkor magától betorzítsa a megfelelő? Van ilyen félig automatizált kalibrációs folyamat, az vele a gond, hogy a fisheye kamera sem tud mondjuk 270 fokot felvenni megfelelő helyre. És ezért teljesen nem tudod, hogyha kicsi, vagy csak na, van ennek olyan változata, ahol otthon csak egy ívet csinálsz, tehát nem rendes kör alakod, és belátja a kamera, akkor lehet automatizálni a kalibrációs folyamatot, egyébként kezdekkel csinálni. Más kérdés? Mindenki gyönyörködik a Tomásnak a kalibrációjában. Hát igen, ilyen tökölős, ez kezdődik. Most, hogy annak hajított LCD-t kiadszolik, ez nem lenne egy egyszerűbb megoldás, mint... Én nem láttam még kör alakú, tehát mondjuk egy ilyen másfél méter sugarú, vagy két méter sugarú kör alakú teljesen hajított. Tehát az ilyen íves, de annak a sugara sokkal nagyobb. Tehát nem tudna, vagy hát akkor, hogy ekkora terembe kéne körülbelül a pályára meg. Otthon nem célszerű, csak a lakásot. Akár lehetne, azon megspórolnád megspórolnál sok mindent valóban. Illetve egy másik megoldás lehet egyébként, hogyha sok helyed van, hogy kívülről projektálod, nem belülről, és akkor azt a problémát, hogy fölülről vetítesz lefelé, már megoldottad, azt még nem oldottad meg, hogy a projektor az ugye síkra szeretne vetíteni, te meg egyből befelé vetítesz. Még kérdés? Ezt a Tomas csinálja maga, tehát szerintem neki ez 2 óra kb. Igen, és ez gyorsan csinálja. Ez már a színbeállítás, hogy láttátok ott középen egy kicsit, hogy átfedett, és akkor már neki is. Ott. Van, tehát ebben a SimFit rendszerben nincs olyan, tehát a dokumentáció nem ad opciót mozgókamerának. Nehéz lenne a forgatást pontosan meghatározni. Tehát ugye, hogy emléletileg lehetne, persze, de nehéz lenne azt, hogy mennyivel fordított el a kamerát, vagy akkor rákövetni az előző, félig bekalibrált előző részre, tehát nincs... Nem tudja, hogy hol van. Nem tudja, hogy hol van. Nem olyan könnyű ezt megoldani. Nekem az a kérdés, hogy az üzleti modell itt gyakorlatilag az, hogy akinek kicsit több pénze van, az konzol helyett vásárolja fel ezt az eszközt teljesen egészében, fixen egy szobában. Ugye én nem ezt a céget reprezentálom, aki gyártja ezeket. Igen, tehát ők a prosumertől a kvázi ilyen trade show demóig. Tehát van nekik professzionális megoldásuk is, tehát a Tomasék szintén repülősök, és ők ugye abból indultak ki, hogy ők csinálnak Certified FMPT2 szimulátort is, és akkor abból skálázták le egy otthon is található, vagy egy ilyen trade show-ban is található megoldásra. Jó, köszönöm szépen, akkor sörök mellett lehet majd még kérdéseket felvonni.